These 20 acres and one Jenny mule got a hang full of dust. Half fur cotton, third of corn, and get a hang full of dust. We cannot tell what things please us, no matter how we try, until we hold on to Jesus. We can only wonder why. I had a daughter called Rena Bell. She the apple of my eye. Try to give her something like I never had. I didn't want to ever hear her cry. We cannot tell what things please us, no matter how we try, until we hold on to Jesus, we can only wonder why. When I'm dead and buried, I'll take a hard life of tears. Every day I've ever known. And as in the churchyard, she got no life at all. She only got these words on a stone. We cannot tell what things please us, no matter how we try, until we all gone to Jesus, we can only wonder why. Mit kellene tudnunk erről a számról, amit énekeltél? Hát gyerekkorom óta nagyon-nagyon szeretem. Gillian Welsh írta ezt a dalt, és a hangzás világa is, és mondani valóban is nagyon közel áll hozzám. És nagyon azt érzem, hogy ez az én zeném igazából. Gyuri, a hangjuk is hasonlít? Én nem hallgatok Gillian Welsh-t, én nagyon szeretem, de csak felületesen ismerem. Direkt nem is akarom belásni magam, mert akkor elkezdem megfejteni, hogy mi a jó a borának, és az a legnagyobb hiba lenne, mert nem kopit szeretnék nevelni, hanem önálló művészt, és nem is ártom bele magam. A maximum, amit megteszek, azon kívül, hogy magzatkora óta velünk muzsikál, hogy vettem egy nagy bőgőt 4 évvel ezelőtt, Novák Csabival csináltattam magamnak egy bőgőt, és direkt ezért a zenéjére megtanultam nagy bőgőzni, de csak otthon, tehát nem, koncerten nem akarom. Viszont az, hogy leszoktunk otthon ülni, és akkor úgy muzsikálunk, hogy akusztikus gitár, nagy bőgő, és hogy én tudjam kísérni azt a zenét, amit ő akar játszani, de ennél a saját útját végig kell úgy is járnia, úgyhogy én nem igyekszem lerövidíteni ezt. Én 85-ben kerültem profi zenekarba, azóta folyamatosan ezt csinálom, hogy én akkor érek haza, amikor más elindul melózni, de ez nem jobb vagy rosszabb, hanem egyszerűen mi így élünk. És én annyira megszoktam ezt, hogy igazság szerint én azt a napközben való életet, azt úgy kellett visszatanuljam, amikor iskolások lettek a gyerekek, mert reggelente én hordtam őket suliba, én nagyon szerettem iskolába hordani őket, és akkor vissza kellett erőszakkal szoktatni magamat arra, hogy ne 5-kor érjek haza, és hanem mondjuk hamarabb, 3-kor. És
És volt, hogy a suli előtt aludtam, bevittem őket, és ott aludtam a kocsiba. És egyszer rám durrantották, rám hívták a rendőröket Angyalföldön. Mert azt hitték, hogy valami drogos fekszik az autóhoz, ki van ütve. Azt jöttek az angyalföldi rendőrök, és a hangmérnökünk, az akkori hangmérnökünk, a Csicsó, az ott volt betörési nyomozó, úgyhogy a rendőrök ismertek mind a rossz pénzt. És akkor, jaj, ez a Ferenci Gyuri, jó, ma hagyjátok már. Emiatt ne hívjál már ki minket, normális vagy. Ezek az éjszakában járni, mert ott vannak a zenészek. És nem csak Budapesten, hanem mindenhova. Tehát Magyarországon mindenhova. Tehát kötelező. Kötelező. Mert oda bemennek a fiatal zenészek, és látod, hogy ki hogy muzsikál. Hát olyan tehetségek vannak ebben az országban, hogy egyszerűen a Jóisten áldja meg a saját magát, áldja meg a Jóisten, a Jóistent, hogy ezt ebbe a kis országban ilyen százalékban tesz be tehetséges embereket. Hát ez gyönyörű. Hát csinálunk ilyen workshopokat, ami azt jelenti, hogy nem zenélni tanítunk mi fiatalokat, mert azt Kodály módszer országában ingyenes zeneiskolában tökéletesen megtanítják a fiatalokat muzsikálni nélkülünk is. Nem az a mi dolgunk. Hanem zenekari workshopokat szoktunk csinálni. Általában ez úgy néz ki, hogy egy helyi fiatal zenekar lejön, beülünk és elkezdünk, megkérjük őket, hogy tanítsanak a saját repertoárjukból egy dalt nekünk. Ez egy jó trükk, mert így azonnal ez a pesti vidéki okos, nagyfejű okoskodó profi zenész kontra fiatal amatőr zenész attitűd, ez azonnal megszűnik, és egymás szintjére azonnal oda kerülünk. És akkor elkezdődik egy beszélgetés, tanítanak nekünk egy nótát. Hát én olyan tehetségekkel, ebbe az évben 10 ilyen tábor csináltunk szerte Magyarországot. És a döbbenetes az, hogy nincs olyan társaság, akivel ne lehetne hibátlanul dolgozni, mert mindenkivel lehet. Ezt esküszöm mindenre, ami szent. Te is voltál egy pár ilyenen. Látod, hogy milyen emberek ülnek be. És mennyire népszerű a szájharmonika, mert igazából akartam is kérdezni, egyáltalán hogy találtad meg ezt a hangszert, meg hogy tudod-e ajánlani? Mennyi dalt lehet megtanulni ezen? Én nagyon tudom ajánlani a szájharmonikát. A hegedőhöz képest ott megvárható a zeneiskolában. De igazság szerint be se kell menni, csak betelefonál az ember, és kiküldik a papírt. Nem egy bonyolult dolog, ez nem egy nagy mutatvány. Én nagyon ajánlom a szájharmonikát mindenkinek, mert ez a mozdulat dönti el. Tehát ez, hogy az ember megfogja, és nem is látszik ki a kezéből, és közben pedig benne van egy teljes élet. A harmonika az olyan hangszer, hogy alapból 5 perc alatt meg lehet rajta tanulni játszani, mert úgy van direkt kitalálva. Mert akkor született a hangszer, amikor a muzsika az általános kultúra része volt abszolút mértékben. Az 1800-as évek közepén is mindenki muzsikálni akart, viszont egy hangszer annyira drága volt, hogy csak a középosztálytól fölfele engedhették meg maguknak az emberek. Egy zongorát, egy csembalót, egy csellót, egy hegedűt, elképesztő drágák voltak a hangszerek, és az emberek kikövetelték maguknak, hogy legyen olyan hangszer, amin mindenki nagyon egyszerűen tud muzsikálni. Hát erre csinálták meg ezt pontosan a blues harmonikát, mert ez egy német találmány, és ez arabból erre van kitalálva. És ez neked már zene? Nekem abszolút. Nekem igen. Nekem ez abszolút zene, mert nem vagyok zenerasszista, meg nem vagyok sznob. Tehát nekem ez abszolút zene, mert erzsébeti vagyok, és ott az öregek ezt muzsikálták, meg Soroksáron is, ami a szomszédos kerület, ott is ezt muzsikálták az öregek. És abban a pillanatban, én reggel felszálltam az 54-es buszra, vagy a 99-esre, mentem suliba, és én egyfolytában szájharmonikáztam. Engem nem érdekelt, hogy hányan vannak a buszon, én folyamatosan muzsikáltam. Én akkor a flashbe voltam ettől a hangszertől, hogy egyfolytában játszottam, és az öregek közül nem egy volt, aki azt mondta, azt hittem, hogy majd most jön az, hogy csend legyen, öcsi, mert le leszek pofozva a buszról. Te azt mondja, add már oda a harmonikát egy kicsit. És odaadtam a harmonikát neki. Tehát ez hogy ne lenne? Ez is zene. Hogy ne? Hát ez a hagyományok háza. Tehát itt ez a népzenére épül, ez az egész épület, és ez az egész intézet. Hát itt pont nem lehetünk olyanok, hogy egymás népzenéjét lebecsüljük. Itt pont. És igazából te minden zenét tudsz alapanyagnak használni? Vagy azért van, amihez nem fordulnál soha? Nem tudok. Vannak, de ugyanúgy, hogy nem tudok minden verset se feldolgozni, csak azt, amelyikben van valami olyan, ami engem úgy megfog, hogy én azt nekem muszáj muzsikálni. Tehát én például népzenét se tudok válogatás nélkül mindent befogadni se, meg muzsikálni se. Tehát Zerkulához kellett, mit tudom én, 20 év. Az elején nekem az, én mondtam az elején, én nagyon sokat jártam ugye be az éjszakába, és ott a cigányzenekarokból a legjobbakra jártam folyamatosan, Járókára, Borosra, meg már a nagymamámmal is, tudtam ki kicsoda, tudtam a jó zenekarokat, muzsikáltam romákkal nagyon sokat. Én nekem az Erkula az 20 éves koromban, én azt mondtam, hogy gyerekek, ezen közszépen hagyjatok nekem, ez hamis. És pedig nem hamis, de ahhoz meg kellett érni.
És akkor, de akkor ugyanígy nem tudtam meghallgatni Sunny Terryt sem, meg Sunny Boy Williamson sem 20 évesen a blues műfajból, mert nekem az is hamis volt, az a gitározás is. És közben az sem hamis. Nem hamis, hanem nincs mihez viszonyítani a hangot. Mert ugye a második világháború óta 440 a zenei jár. És például a Gyimesben máshol van, egyébként máshol volt a zenei jár, mint itt Budapesten. Mert a földrezgés számával harmonizál körülbelül valahogy egy ilyen titokzatos módszerrel az A hang. És ezt Goebbels egységesítette a 440 Hz-re, ami óriási tévedés, mert ugye így már nem harmonizál mindenhol a zenei jár a földrezgés számával. Tehát ezek, és nem olyan habókos vagyok, hanem ez tényleg így van, hogy ezt a második világháború alatt lett ez így behúzva. És na jó, mindegy, menjünk tovább, nem akarok itt izé. Mert aztán a végén itt már lesz ilyen lovat áldozok meg minden, úgyhogy... Mindig tanultam hegedülni, de sose játszottam koncerten, sose játszottam népzenét hegedűn. Én szájharmonikás vagyok, én nem akarok éneklő kutyának látszani a színpadon, én szájharmonikázni akarok, és ugyanakkor a hangszer meg alkalmatlan volt arra a bluesharmonika, mert ugye a hangolása miatt nem lehet egész egyszerűen ezeket a dolgokat eljátszani. És azt vártam mindig, hogy föl fogják találni azt a fajta bluesharmonikát, amin ezeket a dolgokat már hitelesen meg lehet szólaltatni. És mindig azért nem hagytam abba ezt az egészet, mert így 5-10 évente mindig jött valami próbálkozás a hangszergyártók részéről. Kijött itt egy olyan harmonika, ami azt hittem, hogy megoldás lesz az nem volt jó, de az elv az már jó volt, tehát már ki lehetett próbálni, hogy jól gondolkodom, de koncerten alkalmatlan volt, nem lehetett használni, mert a magyar népzenében annyi energia van, hogy szét kell tépni a hangszert hozzá szabályszerűen, és hogy ezzel, hogy a... ugye vonós zene, és a hegedűben megvan ez az iszonyatos vadállati erő. Tehát mikor egy jó primás meghúzza az első hangot, pá, akkor egy zsilip nyílik ki. Tehát nem az van, hogy el kell szólni valami, hogy nyefe, hanem bá, így ömlik ki a hang. És ez pedig a blues harmonikán meg lehet csinálni, a többi fajta harmonikán meg nem. Ezen meg lehet, mert ezen így szól egy hang. Ez ugyanúgy megvan ugyanazt, még a vibrátó is megvan benne, minden. Imádom, tiszta bolond vagyok. Bora, az előfordul, hogy otthon is valamit el akar magyarázni az édesapád, és akkor egyszer nem talál, mert csak előkap egy harmonikát, és úgy folytatja? Van, igen. Viszont visszatérve, hogy nem annyira szoktam elemezni tudatosan a zenéjüket, épp ezért, hogyha van valami változás, akkor az inkább így átfolyik rajtam, és nem is biztos, hogy felismerem rögtön. Meg ugye, mivel ebbe születtem bele, és ezzel növök fel, ezért ez ilyen természetes dolog nekem is. Amúgy kiskorunkban úgy is hívtuk, hogy apazene. Hogy hallgassunk apazenét, és ez még most is így van. És mondjuk most már kicsit tudatosabban kezdem én is megközelíteni ezt, mert ha ezzel szeretnék foglalkozni, akkor nyilván ugye ez szükséges. De. És amikor azt mondja Gyuri, hogy használjuk egymás kultúráját, de hogy mit jelent ez? Ezt te meg tudnád fogalmazni? Hogy mikor használjuk a másik kultúráját, és mikor van az, hogy nem, hanem valamiféle fúzió jön létre? Mert te mégiscsak közelem vagy a zenéhez, mint akár én. Nekem ez nagyon szubjektív ítéletnek tűnik. Hogyha én úgy érzem ezt, hogyha más kultúráját vagy zenéjét használjuk, akkor az nem egy ilyen belülről kifakadó, hogy is szoktad mondani? Indítatás, igen. Szóval használni az nem szép, viszont hogyha valami... Ez a vége. Igen, hogyha tetszik egy zene, egy tájegységnek egy olyan hangja megfog, ami bennünk is megvan és megérint, és azt gondoljuk tovább, és abba visszük bele a saját érzéseinket és zenei ötleteinket, az már egyből nem használás, szerintem, hanem újragondolás, tehát, hogy rakjunk hozzá mi is. És hogy legyen ez magunkból kifakadó
Még egyszer? De nem, teljesen jól elmondtad. És tehát az, hogy ne az legyen, ne hogy érdekből, ne az legyen, igen. Hogy igen, ne érdekből, pontosan. Igen. Tehát, hogy megnézzük, hogy mi a legnézettebb a YouTube-on, Csík zenekar, mit játszanak, népzenét, akkor játszunk mi is népzenét, azt mi is ismertek leszünk. Tehát ez nem fúzió. Tehát ez nem fúzió, ez a használat. Tehát ez, amikor nem jó értelemben használjuk akár a saját kultúránkat, akár egy másik fajta kultúrát. Hogy látod, hogy a magyar zenét, a magyar népzenét, azt hogy lehet megszerettetni külföldön? Mennyit lehet megértetni abból, mennyit éreznek, és mi az, ami csak megmarad nekünk? Van ilyen, ami csak megmarad nekünk? Texas a legkeményebb példa. Mert a texasiak nagyon zoral társaság, fú, az legkeményebb brigád, meg Algír a másik legkeményebb példa. És direkt ezt a kettőt veszem. Ott volt életünkben két legnagyobb reveláció. Algírban például oda jött a szervező koncert előtt, kimegy fesztiválra kikerültünk, úgyhogy fél évvel azelőtt még terroristák robbangatták Algírt, aztán utána lecsillapodott ott mindenki, és egyből csináltak egy ilyen EU-s fesztivált, hogy lássák az emberek, hogy most már lehet oda menni. Na, hát megérkeztünk, kijárási tilalom, tehát no éjszakai élet, 6 rendőrkocsi kísérte a bandát jobbra-balra, meg minden, és elég mozgékony zenekar vagyunk, úgyhogy nem volt könnyű dolguk. És na, ott volt az, hogy a szervező mondta, hogy figyelj, annyira más kultúra, ne idegeskedjetek, ha az első utában fölállnak, kimennek, nem probléma. 1500 fős színházteremről beszélgetünk, és 1500 tuareg, kizárólag férfiak ültek a bulin. És elkezdtünk muzsikálni, a második nótában elindult egy másfél órás tánc. Nem viccelek, másfél órát táncoltak az emberek a koncertre, és utána bejött egy deputáció az öltözőbe, hogy hú, ez a magyar zene, hát ez király, nem akartok velünk holnap stúdióba muzsikálni, mert akkor behozzuk a sivatagból a zenészeket. És mondtuk, hogy de. És másnap reggel a kíséret legnagyobb megrőkönyödésére két Merci Vito odaállt a szálláshely elé, és erős rendőri fegyveres kísérettel elmentünk a stúdióba, és egész nap muzsikáltunk a tuaregekkel, úgyhogy ennyit erről. Az van, hogy a magyar kultúrát mindenhol értik az emberek, mert minden ember ember, és neki is van népzenéje, neki is van kultúrája. Csak nem szabad bocsátot kérni az elején, hogy jaj, mi vagyunk a kis kelet-európai banda, hát fogadjátok nagy-nagy szeretettel, szívünkből elétek, gördítjük ezeket a csodálatos hangokat, és hogy... Tehát ne könyörgök, nem ez. Texasban olyanok az emberek, hogy beszélgetsz egy postással, és tudod, hogy ott van egy ekkora puska a kocsijába, tudod, aminek a köbcenti száma 6200 köbcenti, tudod. Voltunk egy ilyen családi rendezvényen, ahol volt vagy 100 000 köbcenti az udvaron. Tehát nem ez volt, az a Kánoán. És minden manusnál dupla csövű puska, mindenkinek egy akkora V8-as, mint ez a izé, hagyományok háza, és ők ilyen emberek. Ott nem szabad úgy muzsikálni, hogy bocsánatot kérek, én ezt a zenét játszom. Oda kell menni, és ugyanolyan keménynek kell lenni, mint ők. Én büszke vagyok erre, engem nem érdekel, mindenhol magyarul muzsikálok. Én nem félek az anyanyelvemen muzsikálni az algériai embereknek se, meg az amerikaiaknak se, meg senkinek se. Pukkanyom meg mindenki. Én ide jövök. Nekem ez a hazám, ez a kultúrám, és én örülök neki, hogy Petőfi Sándor nyelvén énekeltek verseket bárhol. Mert hogyha a logikája az, hogy kicsit belegondol az ember, hogy elmész Németországba, és egy amerikai zenekar vagy, egy amerikai fekete zenekar vagy Chicagóból, és baby, I got my soul. És ebből mit ért az egyszerű német ember real time-ba? Semmit. Tudja, hogy a szól mit jelent, meg tudja a szavakat, de real-time-ban, amikor hallgatja, nem érti a szöveget, hanem elolvassa, lefordítja, ugyanúgy, mint mi. Akkor én miért nem énekeltek magyarul? Mikor úgy... És innentől kezdve én aztán félek az ördögtől, se én mindenhol magyarul fogok muzsikálni. És egyáltalán is ebből soha nem volt semmilyen hátrányunk az életbe. Tehát 89 óta minden évben turnézok külföldön, és... Az első időben ott voltak ilyen bluegrass zenekarban muzsikáltam, ami minden ott sokat énekeltünk angolul, de ott is voltak magyar nyelvű dolgok, de onnantól kezdve a saját zenekarom az 92-től muzsikál, és a saját bandával is, a Herfi Davidsonnal és a Rackával is minden évben több külföldi turnét is nyomunk, és mindig magyarul muzsikálunk, és soha nem volt belőle semmilyen hátrányunk. Ha meg lenne, akkor meg pukkadjanak meg, én egyszer mondom, kit érdek. Magyarul vagyok, ilyen nyelven beszélek. És ja, nagyon fontos, mert az például Texasban, azzal nyertük meg a csatát, az egyik legkeményebb buli volt életünkben, hogy az Austin, Texas, egy olyan fesztiválon, hogy 2000 zenekar játszott. 2000 zenekar lépett fel a fesztiválon egy hét alatt. Szóval ott belepillantottunk, hogy milyen, amikor ipar. Tudod, amikor futószalagon készül, Beatles, Rolling, Led Zeppelin, na, ott ez a műsor ment. És ott az volt, hogy megérkezünk a fesztiválra, a színpadra fölmegyünk,
kész vagyunk a soundcheckkel, jön egy nő, egy ilyen, mit tudom én, egy sárkány négyszer, szóval ilyen nagyon ilyen feje, ilyen ekkora szoknya, ilyen kígyóbőr western csizmában, ilyen volt, egy öreg csaj volt, de nagyon-nagyon-nagyon vagány volt, és odáll meg el így a zenekar előtt, hogy kész vannak az urak a beállásra, és mondtak, hogy igen, készen, most fejeztük be. És így, jaj, tegnap a német zenekart haza kellett zavarjam. Atya Isten, mondom, hol vagyunk, tudod? És, na, nagyon, mondom, nem szabad félni, nem szabad ettől félni. Körülbelül úgy néz ki, hogy ez valahol kulturális diplomáció, amit csinálunk. Tehát az a óriási megtiszteltetés az életünkben, hogy egy csomó helyen mi mutathatjuk meg, hogy milyen a magyar kultúra. Mert előtte nem ismerték soha. Tehát például Austin, Texasban viszonylag kevés magyar él. Kérem még, who lived alone in them hollering pines. And made a little whiskey from himself, said it had passed the time. Home one evening, back in my house, Caleb coming around. And he called my name till I went out with no one else around. Kill them, me, your ghost is gone, wear them rather than chains. But when I go to sleep tonight, don't you call my name. I cry, my God, my old child, send your angels down. Then I feel it with my fingertips, the bottleneck I found. I pour that glass across his neck, fine as any blade. Then I felt his rum pour fast and hard around me where I lay. Thank you.